Üdv mindenkinek, sziasztok! Csabinyó vagyok, folytatjuk a House Flipper végigjátszást, méghozzá azzal, hogy majd munkákat fogunk végezni, ugyebár a laptopon megnézzük, hogy milyen e-mailjeink vannak, de előtte nagyon sokan írtátok, hogy mivel dobjam még fel a konyhát, mivel rendezzem még be, egy csomó olyan dolgot írtatok egyébként, amit én magam is akartam beletenni a konyhába, csak az a helyzet, hogy egyszerűen elfelejtettem, de ti szerencsére engem erre emlékeztettetek, úgyhogy akkor lássuk, hogy mivel is bővítettem ki a konyhát. Na nézzük, gyerekek! Hát először is, hát igen, talán ez a legszembetűnőbb az egészben, hogy ezt a polcot feldobtam mindenféle jósággal, hát vannak itt ilyen makaronik, tészták, vannak mindenféle konzervek, babók, mit tudom én, itt van egy kis kovi ubi, ugyebár, itt van egy kis mogyoróvaj, odafent még vannak ilyen húskonzervek, stb., itt meg ilyen tonhal, paradicsom szó szokott a háttérben, na mindegy, szóval ez most így néz ki. A kukac átkerült ide azért, mert ezt a kis dolgot, ezt a kis szekrénykét, ami itt volt az ablak alatt, áttettem ide. Ide egész egyszerűen nem volt olyan pult, vagy nem is pult, hanem ilyen konyhasziget, amit mondtatok, semmiféleképpen nem találtam ilyet, úgyhogy ezt inkább átettem ide, így hosszába, egy picikét így a tér úgymond kisebbnek tűnik, és átkerült ugye ide a mikro, ide került egy kávéfőző, két kávés csészével, illetve amit még ide tettem, ilyen kis bögrék, ilyen kis szép kis színes bögrék, illetve ide került még egy vágódeszka, ezt is mondtátok, itt van ugye a kés, ide pedig került egy ilyen neon cső, hogy azért, hogyha valaki itt főz, akkor meg legyen világítva, ide került még egy ilyen kis welcome feliratú kis belépő cucc, ide pedig került egy szőnyeg, hogy azért legyen itt valami. Ide pedig kerültek tányérok, illetve középre egy váza, meg ugye az evőeszközök. Na, hát szóval így lett feldobva ez a kis konyha, és szerintem így tényleg sokkal jobban néz ki az egész, sokkal harmonikusabb, vagy nem is tudom. Na jó van, gyerekek, hát akkor nézzük meg, hogy, ja igen, és még egy dolgot, tudatok. Ide került, mivel ugye a radiátor nem fért el sehova, került ide egy ilyen hősugárzó, egy ilyen elektromos hősugárzó, szóval itt most már lesz, ami adja majd a meleget, ha jönnek a hűvösebb őszi idők. Na jó van, szóval akkor tényleg nézzük meg, hogy milyen munkáik vannak. A következők vannak. Barbara Csomó írta, a bozótos helyett zöldséget akarok, hát gondolom ez zöldséges lenne, illetve Novovrielovsky Vyslav, nagy káosz építés után. Úgyhogy kezdjük mondjuk akkor azzal, hogy a nagy káosz építés után. Üdv! Az álomházam építése éppen befejeződött, és hihetetlenül büszke vagyok rá. Sajnos a körülötte lévő terület szörnyű állapotban van. Mindenhol rengeteg szemét, terméskő található, szükségem lenne annak eltakarítására, a terep kiegyenlítésére, stb. Szeretnék egy játszóteret is a gyerekeim számára, és egy csendes sarkot, ahol nyugalomban a feleségemmel ki tudnék kapcsolódni. még egy medence is jó lenne, egy kis kényelem mindig jó. Hát akkor fogadjuk ezt el. És akkor lássuk, Atyaisten, szóval ide kell jönnöm. Ez engem egyébként emlékeztet egy korábbi munkámra, ott is ilyen törmelékek voltak, emlékeztek? Az volt a kerti edzőpark tulajdonképpen, és akkor most nekem ezt kéne itt elpakolnom. Na jó van, hát akkor van itt egy olyan, hogy terítse a füvet a terület tekercséből, csodálatos magyar nyelv, csodálatos magyar fordítás pontosabban, helyezd el az eszközt 8 modern napelemes lámpa, takaríts fel a szemetet. Jó van, szerintem egyébként azzal fogom kezdeni, hogy minden törmeléket el fogok takarítani, és fel fogok itt mosni a kövön, mert elég van is mindenhol, úgyhogy aztán majd szépen rátérünk a többire, úgyhogy akkor gyerekek, szemét eltávolítást, meg ennek a kupacnak az eltávolítása következik. Ez a kuka, ez kidobás, kidobás. Hát igen, hopp, ez honnan esett az égből? Na jó, szóval, igen, mindjárt kezd azért alakulni, egy csomó deszka gyerekek, azt nézzétek. Há, új ügyességi pont, na lássuk. Igen, a takarításra kaptam. 75% a gyorsabb takarítás, illetve személykidobás a távolról. Hát ez nem tudom mennyire kell nekem, akkor legyen inkább ez a 75% a gyorsabb takarítás. Gondolom, hogy ez ettől még nem lesz jobb. A takarítás gondolom, hogy ilyen por felmosásra, vagy por eltávolításra, illetve ennek a felmosására fog majd vonatkozni. Hát ez tényleg nagy káosz maradt az építés után. Viszont egy szép kis házat sikerült felépíteniük, még ha ilyen áron is, itt meg dobálodnak szana szél ezek a mindenféle dolgok. Még itt is kupac, izék, szemetek, hihetetlen. Na jó van. Új, és mennyi van még hátra. Na jó van, gyerekek, ezen túl leszek, aztán visszatérünk ide. Na gyerekek, utolsó pár kacata eltávolítása történik ezekben a pillanatokban. Ott van még egy doboz, és ha jól látom, akkor most már csak ezek a törmelékek vannak hátra, de szerintem ez alatt is fogok még találni valami kacatot, szóval akkor most szépen ásunk egy jót.
Oké, na ez meg is volt. Innen is adunk a szemét, jó. Na akkor ez a rész teljesen készen van. Akkor jöhet még az a kupac, meg még ott van még egy kupac, ott pedig már nincs semmi, jó. Na akkor ezen is gyorsan túl leszek, és akkor szépen föl fog majd itt mosni. Na, és most adtam ezzel kész. Azért körülnézek gyorsan. De szerintem itt már nincsen semmiféle dolgom, úgyhogy akkor jöhet a beígért felmosás. Kell a kerti slag, és akkor mehet a takarítás. És nézzük, valóban gyorsabb-e most, hogy kifejlesztettem. Hát elvileg gyorsabb. Legalábbis nekem gyorsabbnak tűnik. Ja. Bár mondjuk most azon gondolkozom, hogy miféle munkások dolgozhattak itt, akik felépítették ezt a házat, akik annyira hanyagok, hogy nem is pakolnak el maguk után. Szóval azért ezt se értem. Tehát miért kell ezt nekem megcsinálni, miért kell ezt másra bízni? Na mindegy. A lényeg az, hogy ez már meg lett csinálva, mármint ez a felmosás része, esetleg itt még valahol, szerintem itt már nem lesz több dolgom. Jó, na, akkor viszont az van, hogy akkor jöjjenek a különböző zónák. Hát ide mit kell? Le kell tenni 6 darab beton járólapot, 100x100-ast, és akkor ezek kellenek. Na most akkor ebből kell nekem valami olyan mintázatot választani, ami azért szépen néz ki, mert ez a piros, el nem tudom képzelni, hogy amúgy hova passzol. Tehát ez annyira rikító ahhoz képest. Na ez mondjuk egész jól néz ki. Jó, és akkor ebből kell nekem ugye 6 darab, és akkor ezeket nekem mondom le kell tennem úgy, hogy egész ideig az ajtóig érjen. Aha, akkor mondjuk ide 1, 2, 3, 4. Úgy, és akkor elvileg pont oda fog érni, igaz? Hát nem egészen. Jó, itt azért készen lett, viszont ez egy picit arrébb került. És a színe is más. Aj, fene figyelte, hogy itt van, le van rakva egy. Na mindegy, most már akkor ezt fogom, arrébb teszem. Úgy. Jó, hát a sötétebbet egy picit, de mindegy. Jó, ez a része megvolt. Na nézzük, hogy ezen a része mit kell csinálni. Terítse le a füvet, hát igen, akkor itt egy gyep szőnyeg leterítése kell majd, illetve le kell helyeznem 8 darab modern napelemes lámpa valamit. Jó, de várjunk, ez a fa nekem mit kell. Volt, ami nem elérhető. Jó, akkor ezzel nem kell nekem foglalkoznom. Ide kell akkor letelítenem a füvet, de akkor szerintem már ide is kell fű. Takaríts fel a szemet, tehát itt van még szemét. Ó, oh, az még ott maradt. Na szóval. Ide nem kell semmiféle gyepszőnyeg, nem mondod. És ide? Gyomok eltávolítása. Ja, tényleg a gyomok. Jó, a gyerekek, gyorsak, akkor gyomszedés következik. Mert a gyom eltávolítása az sajnos teljesen kimaradt, már pedig itt azért van gyom épp elég. A fene se figyelte pedig egyébként eléggé feltűnő, na mindegy. Na, a srácok, az van, hogy 97%-nál járok ezen a területen belül a gyom eltávolításánál, és egyszerűen nem találom meg. Nem tudom, hogy hol lehet. Tehát már körbejártam minden, még itt a bokrok meg a fák alatt is átnéztem, és egyszerűen nem találom sehol. A térkép pedig meg már nem jelzi. Jól van, nem fogok azzal az egyetlen darab gyommal foglalkozni, mert az valószínűleg tényleg csak egy darab. Úgyhogy akkor maradjunk annál, hogy akkor ugye itt tartottunk, hogy terítse le a füvet a terület tekercsből. Gyepszöneg. Na hát egyre jobb, gyerekek, egyre jobb. Jó, maradjunk akkor a gyepszönegnél. Hát ez elég érdekesen hangzik. Vedd meg most egyelőre, csak egyet fogok venni. Nem oda akartam letenni, hanem valahova ide. Sőt, akkor megpróbálom inkább innen. Na jó van, gyerekek, akkor gyepszőnyeg leterítés következik, sőt, én szerintem azt fogom csinálni, hogy végigjárok minden egyes területet, ahova kell tenni gyepszőnyeget, és akkor végig fogom teríteni oda, ahova kell. Aztán pedig folytatjuk szépen a többivel. Á, gyerekek, itt van a gyom! Megvan a gyom! Á, ez az! Takaríts fel a szemetet, a 100%-nak írja. Érdekes. Ez érdekes. Na jó van, egyébként így haladtam eddig el, a gyom a gyep feletelítésével. Na most, én még ide is ettem gyepet, ahova nem kérte, mert szerintem ez így szép. Tehát nem akartam azt a földes területet ott úgy hagyni, úgyhogy ez most ilyen lett. Na jó van, viszont itt még nem fejeztem be a gyepezést. Úristen, ezzel egy csomó munkám lesz. Na jó van, akkor nagy gyepszőnyeg és akkor folyt köv munka. Méghozzá ebből az irányból. Azt mondja, töröld a tárgyat, állvány. Aha. Jó, akkor azt törölni kell, így van, és akkor még ezt is törölni kell? Aha, töröld a tárgyat, állvány. És akkor itt még van két szemét. Jó,
Na, ezt így nem engedi? Akkor viszont kézzel. Jó. Oké, na akkor gyepesítés tovább. Mert nagyon lassan halad. Na gyerekek! Ezzel úgy látszik, hogy végeztem is a gyepesítéssel. És érdekes, hogy tolom ezt a tegercset előre, ezeket a gyomokat úgy írtja ki, bár igazából nem veszi gyomnak a program. Na mindegy, ez érdekes volt. Tudjátok mit? Ezek ne legyenek már itt, akkor én ezt fogom és fűkaszával lenyírom. Na szóval, akkor gyerekek, készen lett teljes... Nem, tévedtem, vissza az egész. Tovább, de nem ezt a kicsit, ezt a nagyot. Jó, akkor ezt gyorsan befejezem, mert úgy látszik, ez itt kimaradt ez a rész. A fene se figyelte, pedig hát föltűnhető, vagy szóval föltűnő. Jó, na akkor ez most már tényleg itt jó. Nézzük ezt a részét, hopp, egy automatikus mentés. Ezt a részét itt teljesen megcsináltam, rendben van. Na gyerekek, akkor ide kell olyat lehelyezni, hogy 8 darab modern napelemes lámpa, gyomok eltávolítása, még mindig gyom. De hol? Ne idegesíjen már fő teljesen? Jó, hát akkor megkeresem azt a gyomot, itt van. Tel van bújva a bozótba, ott van. Jó, takarítsd el a szemedet 100%, azt nem tudom miért írja ki, ha egyszer 100%, na mindegy. Jó, na most már jó. Szóval helyezd el az eszközt 8 darab modern napelemes lámpa. És ez milyen? Oké. Ez érdekes. Na ez hogyan működik? Jó, lesznek zöld színűek, és kész. Na most, várjunk már. Csak így helyezem ide le. Jó, hát oké. Tehát 8 darab kell, akkor lehetne úgy elosztani, hogy 4-4, nem? Például. Akkor legyen akkor az egyik. Itt, 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 és itt 4 darab. Mennyire lett ez kicsit távol lett a többitől, na mindegy. És nem is lettek egy vonalba, mindegy gyerekek, ezt leteszem így. Aztán szépen el fogom őket rendezgetni. Egy vonalba. Jó, kész is vagyok. Hát igen, ez így elég csálénál, úgyhogy akkor ezt gyorsan kiigazítom. Így né. És akkor mondjuk nagyjából, hogy jó, és akkor nézzük csak. Aha. Bekapcsoltam. Bekapcsoltam 4 darabot, akkor kapcsoljuk az összes többit. Igen, és akkor még az. És akkor most ez elvileg világít. Ja, hogy lefele világít? Aha. Hát ez elég érdekes. Ezt nem tudom, így kellett volna letenni, vagy sem. Vagy csak ebbe a sorba, hogy a járdát világítsa meg? Hát meg nem mondom nektek, mindegy, én ezt most így tettem le. Ha majd a tulajnak nem tetszik, akkor átmodosítja, hogy szeretné. Na szóval, ide kell ültetni másfél méter magasságú díszgyepet. Nem szeretem ezeket a másfél méter magasságú díszgyepeket, mert ebből sok egyforma nevű van, és nem mindegy, hogy melyiket teszed le. Növényültetése 3 darab tűlevelű bokor, koncentrált kúszóalakú. Jó, úristen, ennyi mindent kell. Szóval kell összesen 9 darab. Jó, oké, ez a díszgyep kell. Díszgyep, hát ez ugye megint csak a szép fordítás, hát akkor legyen most ilyen, és ebből kell, ezek ilyen nagyok, na várjunk. Ebből kell 2 darab. Ezek hogy fognak ide elférni, azt ne kérdezzétek meg tőlem, halvány fogalmam sincs, de akkor tegyük mondjuk egész ide, az egyiket oda, a másik pedig akkor legyen itt. Mondjuk ott, igen, és akkor ez elvileg megvan. Így van. Na, király. Legyen akkor most a fél méter magasságú díszgyep, és ebből válaszok akkor mondjuk ezt. Jó, azt letesszük szépen ide. Hát, nagyjából sikerült középre, és akkor még hátra van 3 darab tűlevelű bokor, méghozzá ez a koncentrált kúszó alakú. Na most ez egy nagy méretű növény. De ez hogy fog itt elférni akkor? Mert hogy ebből kell, mennyi kellett ebből? Ebből 3 darab kellett, de hogy a francba helyezem ezt így el? Akkor letesszük mondjuk az egyiket ide, a másikat ide, ezt pedig letesszük ide. Jó, eddig ez okés, de ide még mindig kell majd nekem 3 darab 0,3 magasságú díszgyep. Na most ezt mondtam, ebből a 0,3 magasságú díszgyepből van 3 féle, 3 tök ugyanolyan nevű. Most akkor honnan tudjam, hogy melyik fog kelleni? Jó, hát akkor kipróbáljuk mondjuk az elsőt. Nézzük, elfogadja, ha ezt teszem ide? Hát persze, hogy nem ez kell. Nem ez kell. Imádom ezt, amikor ez ilyen, komolyan. Jó, akkor megpróbáljuk a következőt. Legyen ez a fajta. Vegyél még többet, na most akkor csak próbaképpen megint leteszem ide.
ez se jó. Most komolyan a harmadik kell, és ebből most már csak azért is válaszunk valami más színűt. Legyen kék. Csak azért is legyen kék. Nézzük. Persze ez kell ide is, nem fér el. Gyerekek, nem fér el, sehogy se fog ez elférni. Ez sehogy se fog így elférni. Most tegyem ide, hát ez hogy néz már ki, várjunk. Jó, hát igazából minden stimmel, már csak ugye ezeket kéne beültetni. Na de hát ez így nem jó, nem néz ki jól, gyerekek, ez így sehogy se néz ki jól. Ez itt oldalt, nem tudom, ő egy kis idegen légiós, ő most különben a többiektől, de teljesen jó, így marad, kész. Nem tudom egyszerűen másképp elhelyezni, nincs más tippem, más ötletem erre, úgyhogy tényleg ilyen marad. Úgyhogy most egy gyorsan csak ezeket be kell ültetni, és elvileg 1/3, nagyon király. Jó, akkor ezeket is gyorsan még beültetem. Jó, vizecske és készen is van. Na, jó van, hát akkor ez most ilyen lett. Tetszik, nem tetszik, el van. Na de ide mi kell? Ide is ilyen sok növény kell. Te jó atya úristen. Szóval, akkor ide megint, de ugyanaz az elrendezés, nem? Tehát három ilyen, három amolyan. Nem, valami, valahogy máshogy van valami. Jó, mindegy. Akkor most a következő megint el. Szóval, tűlevelű bokor, koncentrált kúszó alakú. Király, jó? És akkor már csak ezeket kell beültetni, szóval ezt gyorsan megcsinálom. És kész, mondtam, hogy gyors lesz. És akkor a kertek ez a része elvileg teljesen készen van. Igen, a gyep, ami sajnos kimaradt, hogy gyorsan pótlom. A gyep lerakását vedd meg most, és akkor gyorsan ugye szépen leteszem, és akkor gyorsan végighúzom. Elvileg kész is, de most már akkor teljesen végigmegyek. Így. Jó, oké, akkor az is be lett fejezve. Takaríts fel a szemetet. Így szemét? Még mindig szemét? Aha, ott volt még egy kis nylon zacsi. Jó, na akkor itt. Rakj kompozit lemez 100x100, úristen, itt mennyi minden van. Mi ez a kompozit lemez? Nézzük meg, hogy mi ez a kompozit lemez. Ez a járdák kategóriába tartozik. Aha, szóval ő lesz az. Igen, ez a barna ezem is rossz egyébként. Tök jól néz ki. Ez kifejezetten tetszik, ez a fajta. Adjunk neki valami keretet. Legyen mondjuk ilyen. Nézzük csak. És ebből kell 26 darab. Na várjál már. Ide is kell? Ide nem kell. Aha. Akkor azt kell csinálni, hogy itt ahol kijönnek, ide kell tenni ezt a 26 darabot. Na jó van, srácok. Akkor ezt én most le fogom helyezni, ezt a 26 darabot valahogy. Meglátjuk, hogy hogy adja ki. És hogyha bármit kell majd módosítani, akkor utólag be fogom csinálni, de most egyenlőre ez rengeteg, tehát ezt most megpróbálom minél pontosabb, minél szebben lerakni, és majd meglátjuk, hogy ez hogy fog kinézni. Na most itt bajba vagyok, gyerekek. Letettem 15 darabot, mondván, hogy akkor 13 lesz így egy sorban, meg még 13, és akkor az pont 26 lesz. Csak az a baj, hogy ezzel a fával nem számoltam. Igen, ezzel egyáltalán nem számoltam, szóval akkor át fogom módosítani a következőre. Innen, ahol a fa kezdődik, le fogom tenni így. És akkor ezeket pedig át fogom csoportosítani majd a másik oldalra. De most már le fogom tenni ezeket, hogy 13 legyen ebbe a sorba is. Na ezt még arrébb. És akkor van itt még összesen 4 darab. Amit szépen el kéne helyeznem valahova máshova. Hát akkor mondjuk nem is tudom, hogy tegyem, akkor ide, ide pont elférne 4 darab, várjunk csak. 1, 2, 3, 4, aha. Pont elfér, nagyon jól ki van találva. Akkor ezeket még gyorsan átpakolom oda. És persze megint nem fog jól kijönni, figyeljétek meg, mert az megint ki fog lógni, és az egészet tehetem emiatt arrébb. Fogadjunk? Ó, hát persze, hogy. Ó, nem mondod. Na jó van, szóval akkor ezt a sort, ezt az egészet, meg ezt a sort el kell hozni, hogy ebbe a vonalba egyformák legyenek ezek a kompozit lapok. Szóval át fogom őket szépen rendezni. És az utolsó darab úgy. Na most lett olyan, ahogy azt én így elképzeltem nagyjából, mert akkor itt készen is vagyok ezzel a részével. A bokor az majd ide fog kerülni valahova, illetve
kell majd még két darab 1 méter magasabb gömbalakú bokor is. Jó, akkor azokat ide fogom elpakolni. Jó, hát ezt nem tudom, hogy fogom megcsinálni, hogy ezt hogy fogjuk kinézni. Na de majd meglátjuk, mindenesetre kezdjük most akkor az Alvar asztallal. Aha, szóval ő ilyen. Barna legyen, vagy kék a teteje. Mondjuk ez a kék, ez inkább olyan szürkés kéknek tűnik. Na akkor az üveg az lesz ilyen szép fekete. És ez pedig fehér. És akkor ezt így, ó, nagyon király. Jó, mondjuk oda. Akkor jöhet az Alvar fotel. Ajjaj, ez elég érdekesen néz ki. Na így mondjuk talán még egészen tűrhető. Jó, mondjuk ez a világos, ez nem lesz szerintem. Ezek pláne nem lesz. Szerintem maradjunk akkor most ennél. Picikét változtassunk már a dizájnon. Letesszük szépen, hát ide az egyiket, ide a másikat, így van, ide a következőt, illetve a negyediket pedig ide. Úgy. Na, pöpec lett gyerekek, pöpec lett. Oké, na nézzük csak, mi kell még. Kell a modern napelemes lámpa, megint csak, akkor tegyük le azt. Ugye eddig volt ilyen zöld színű, na most ehhez használjuk akkor valami világosabbat, szürke, a fekete az elég fehér, na mindegy. És akkor ebből kell 4 darab. Nem is tudom, hogy ezt hova lehetne tenni, most ez hol néz neki itt jól? Ez elég érdekes elgondolás egyébként, ennek a peremére fogom tenni, itt végig. Méghozzá el fogom őket szépen elosztani, az egyik legyen akkor mondjuk. Ott? Nem számolta be, igen, mert területen kívül raktam. Ó, drága kalács, hát akkor hogy tegyelek téged le? És oda. Igen, így most már elfogadta. Elég érdekesen néz ki, na mindegy. Akkor a következő kerüljön, ugye ez volt ezzel egy vonalban, így van. Akkor ez pedig ezzel egy vonalba kerül. Úgy. Na most király, akkor a következő kerüljön mondjuk ide. Ide. Egyet beértettem, de nem baj, mindjárt átmódosítom. Oda. Jó, és akkor ez pedig kicsit távolabb. Úgy, nézzük? Hát igen, mondjuk most már jól néz ki, fogjuk rá, be is kapcsolom őket, hadd világítsanak szépen. Amilyen lassan haladok, lassan este is lesz, és szükség lesz rájuk. Na jó, ez megvolt. Akkor most kell a bokor, 1 méter magasságú gömbalakú bokor, na akkor ebből legyen az egyik ilyen. Tegyük le az egyiket ide, veszünk még egyet, de most más színűt, legyen akkor ez a sárga, letesszük ide mellé. Úgy, és akkor most kell még az a másik, az egy magasságú elterülő bokor. És ezt pedig, akkor tegyük oda. Jó, na akkor gyorsan beültetem őket. Na, gyerekek, egész jól néz ki. Sőt, kifejezetten jól néz ki, hogy többféle színből áll. Picikét feldobja ezt az egészet. Na jó van, ez a rész teljesen készen van, itt nincsen semmilyen feladatom. Na ide kell kompozit lemez 12 darab, megint olyasmi, mint ez itt, de ide kell majd még deszecka párnáspad, deszecka pad, illetve alu lúgas. Ez gondolom megint lugas akar lenni, de ide mi kell? Átgázló kövek, és kis medence, növény ültetése, növény közgyűlés már megint. Na igen, a közgyűlés, ez ugye assembly, ami azt jelenti egyébként, hogy összeszerelés, szóval össze kell szerelem egy gyerekházat, illetve egy játszóteret. Jó. Na de akkor először átgázló kövek, kismedence. Na várjunk, 25 átgázló kő kell. Viszont akkor az kell, szerintem, hogy a kismedence, az fogadjunk, hogy nem is medence, hanem inkább ilyen kis tavacska lesz. Kismedence, dekoráció. Ja nem. Ajjajjajjajjaj. És akkor az átgázló köveket, azokat hogyan kéne elhelyezni? Na várjunk, akkor ez legyen erről, méghozzá így elforgatva a cucc, így né. És akkor most kell az átgázló kő, és abból kell 25 darab. De az milyen? Aha. Jó. Értem. Tiszta sor. Akkor az legyen kék. Na most ebből kell 25 darab, de csak erre a részre. Csak úgy tegyem le ide? Hát gyerekek, ez így nagyon érdekes lesz. Atya Isten, mekkora darabka. Nem lesz ez igazából rossz. Remélem, hogy jó el is fog férni.
Jó. Megpróbálom úgy, hogy minél passzentosabban tenni, hogy azért legyen köztük egy kis fű, de azért... Na valahogy ilyesmire gondoltam. Igen. És még mindig kell, gyerekek, 7 darab. Hogy fogom ezt elejezni? Mi lenne, hogyha most ezeket megpróbálnám arrébb tenni? Valahogy. Várjunk. Jó, ezeket át fogom szépen rendezni. Mert ez is sehogy se jó. Ez pedig se... De ide. Ide elfér. De még mindig kéne 2 darab kő. Mert még csak 23 per 25. Ide mondjuk el fognak férni. Várjunk, veszek egyet. Mondjuk oda, és akkor még ide ez a picike. Jó, plusz munka. Tettünk még oda is, csak azért, hogy körbe legyen téve a medence. És akkor most már ez a rész teljesen meg is van. Nagyon király. Jó, na akkor nézzük ezeket az összeszerelős dolgokat. Kell cseresznye fa. Na most először én el fogom helyezni a gyerekházat, meg a játszóteret. Mert hogy nem tudom mekkora helyet fognak foglalni. Szóval ez ilyen. Maradjunk meg ennél a verziónál, és ezt a gyerekházat pedig így van. És remélem, hogy el fog férni a cseresznye fa ide, meg a többi. De kell még akkor először is játszótér. Jó van, ilyen színben jó lesz. A tetőn még kicsit módosítok, mert az nem valami szép. Oh! Na jó, oké. Ez pedig akkor menjen ide. Oké. Szóval van itt egy játszótér, ott egy gyerekház. Na nézzük! Életemben nem szereltem még ilyet föl, úgyhogy nem tudom ez hogyan kell. Aha, először az oldalakat kell föltenni. Igen, mondjuk logikus. Aztán rá az ajtótablakot. Egy kis csavar. Mi? Igen. Azt rá a tető, aztán rá ez, a kerítéske, és azt is oda kell csavarozni, meg ezt is, és kész. És kész. Ott van egy gyerekház. Akkor jöhet a játszótér, szereljük fel ezt is szépen. Igen. Az oda föl. Ilyet egyszer már szereltem egyébként, korábban. De egyszer csináltam csak, szóval abszolút nem emlékszek rá, hogy hogyan kell. De szerencsére mondjuk itt egyszerre kell becsavarozni a csavarokat, ahogy látom. Ami tök jó, mert legalább... Aha, a hintákat föl. Szóval tök jó, mert legalább nem kell mind a 4 csavaron végigmenni egyesével. Hanem ez így. Na, gyerekek! Gazdagéknál így megy. Van itt minden, kérem szépen. Egész jól fog kinézni a végén, tényleg. Jó, na de akkor közepes cseresznyefa. Megvesszük, és akkor ez a cseresznyefát, hát ez egy kis picike igazából, tegyük mondjuk ide. Jó, és akkor szépen be is ültetem. Úgy is van, belehelyezzük. Megfődeljük. Megvizezzük, és... Tadám! Ott van a cseresznyefa. Jó, hát jó. Elég távol lett szerencsére a garázsnak az oldalától. Viszont kell még fekete ribiszke. Vegyél még többet, és akkor őket pedig le fogom akkor ide helyezni. Mondjuk oda az egyiket, oda a másikat, és ide pedig mondjuk a harmadikat. Jó, akkor gyorsan beültettem őket is. A víz! És kész! Na srácok! Baromi jól fog kinézni. Kezd tényleg ilyen kis hangulatos lenni az egész. Viszont még ez a terület hátra van. Ugye ide kell 12 darab kompozit lemez. Ide kell majd a pad, a párnás pad pontosabban, illetve a sima pad, illetve a lugas. Alu lugas. Na nézzük csak, az milyen lehet. Alu lugas építészet. Ez ilyen pagodaszerűség, de nem teljesen olyan. Legyen fehér, és lehet nyugodtan kék szerintem, vagy legyen inkább ilyen, nem is tudom, ilyen aranyszínű. Vagy inkább legyen zöld. Vedd meg most. Na és akkor szerintem úgy kéne csinálni, hogy ezt kell nekem ide szépen tennem. Aha, ha ezt én most leteszem, akkor tudni 100%, hogy nem fogom tudni alátenni ezeket a lapokat. Úgyhogy akkor... Igen, de a mérete miatt meg... Jó, tudjátok mit? Majd meglátjuk. Majd meglátjuk. Felszerelem. Na, ilyet sem csináltam még. Aha, először az lábakat, rá a tetejét. Most jönnek a csavarok. Igen, itt viszont mind a 4 oldalán meg kell csinálni. Ezt most nem úszom meg. Jó, és ez kész is. Jó,
Na és akkor most van az, hogy ilyet kéne nekem ide lepakolni, megint. Viszont akkor maradok ugyanannél a dizájnnál. Ez így. Ilyen volt? Aha, ilyen volt. Nagyon király. Ja. És nem tudom alá tenni, nem mondod komolyan, és ebből nekem le kéne tennem. Jó, várjunk. Egy oda. Egy oda. És nem mondod komolyan, most tényleg nem tudom alá tenni. Ez de gonosz. Na jó. Akkor viszont a következő van. Leteszem, amennyire le tudom tenni. És aztán meglátom, hogy hogyan lehetne ezt kijavítani. Aha. Oké, megvan nagyjából, hogy ezt hogyan lehetne elhelyezni. Vagy mégsem. Ez viszont nagyon bután van megcsinálni, hogy nem tudom alá tenni semmiképpen. Ez nem egy jó ötlet. Nem egy jó ötlet, mert így utólag az ember nem tud már mit csinálni ugye ezzel a cuccal. Ha csak el nem adnám, tényleg mennyire tudom ezt eladni. Hát 235 dollárig el tudnám adni. Tudjátok mit? Eladom. Eladom! És akkor ehhez kell még... egy sor. Oké, na és akkor most megint meg kell venni ezt az alul cuccat. Vedd meg most, és akkor ezt elvileg már rá tudom tenni, ugye? Ó, igen, na igen, így már mindjárt szimpatikusabb, csak úgy kell rátenni, hogy a négy sarka az pont úgy érjen oda. Hát, talán így jó lesz. Hát, szerintem jó lesz. Jó, hát nem. Picit tehettem volna még elébb az egészet, de most már mindegy. Nem szarakodok vele, szépen felszerelem. És jó lesz ez. Jó, és készen vagyok. Oké, na és akkor ide kell még nekem letenni ezt a deszecka párnás padot. Á, igen, igen. Jó, akkor legyen ugyanolyan dizájnú, tehát a párnák azok stimmelnek, viszont ez lehet nyugodtan ilyen fehér, lehet akkor ez is ilyen fehér, így van, az pedig maradhat úgy olyan. És akkor elvileg nagyjából színben is stimmel, és akkor ez ilyen szép lesz. Jó, beteszk szépen az árnyékba, méghozzá úgy, hogy így. Oké, és akkor kell még a deszecka pad. Jó, ugyanolyan szín, fehér és fehér. Vedd meg most, és lehelyezzük szépen oda. Nagyon király. Na most az van, hogy a csík, ami ugye jelzi, hogy mennyire haladtam előre, az... igen, a fű nyírása, de könyörgöm. Milyen fű? Milyen fű? Mit kéne itt lenyírni? Tudjátok mi, srácok? Mivel már csak ez az utolsó mozzanat, hogy ezt a fűcsomót én megtaláljam valahol, ezért én most itt be fogom fejezni a feladatot, mert szerintem ettől függetlenül teljesen jól teljesítettem, és már tényleg minden meg van csinálva. Úgyhogy a feladat 96%-ban teljesítve, hát a 100% helyett most itt befejezem, és 24.234, majdnem 235 dollárt kaptam érte. Akkor gyerekek, befejez. Így van, és már is visszatértem a jó kis saját házikomba. Ahol már meg is nézzük, hogy kaptam-e újabb feladatot, e-mailt, avagy sem. Nézzük, egy. Ú, gyerekek, na most akkor a következő van. Mivel már csak egyetlen ilyen feladatom van, és nem kaptam újabbat, ez azt jelenti, hogy a következő alkalommal fogom folytatni ezt a saját kis házamnak a felújítását, berendezését, kialakítását, aztán el fogom végezni még ezt az utolsó munkát, ezt a kis Garden Flipperes munkát, és aztán már tényleg csak a házamnak a rendbehozatala, illetve a kertnek a rendbehozatala maradt hátra. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor lájkoljátok, kommenteljetek, és iratkozzatok fel a csatornámra. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!